Szeretett testvéreim, Pál levele a kolosseiakhoz, első rész, 9-től 11-ig terjedő verseket olvasom. Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel, az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Szeretett testvéreim, az apostol hálát adott a kolosséiakért, hitükért, reménységükért, szeretetükért, de kiderül ezekből a sorokból, hogy az még az indulása egy embernek, hogy Isten országába lép. De hát ez a felsorolás, hogy miért imádkozik az apostol, ez mutatja, hogy szüntelen növekedésre, fejlődésre van szükségünk, és amikor mi imádkozunk egymásért, lehet kérnünk nem csak azt, hogy Uram, őrizd meg, áld meg őt, bár lehet így is imádkoznunk, hogy amire szüksége van, tedd meg, nem kell nekünk az Úr szájába rágni, hogy miről van szó. Itt is az apostol azért írja ezeket, egy egész felsorolást, hogy tudják meg a kolosséiak, hogy mi az, amiben edzeniük kell, növekedni kell. Az Isten gyermekének szüntelen való fejlődésre van szüksége. És azt mondja, hogy azért imádkozunk, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát. Ez a hívő embernek nagy feladata, hogy ebben edződjem, hogy jobban értsem Isten akaratát az életemmel. Nagyon érdekes periódusban vagyok én is. Ugye ebben az évben a 77. évemet betöltöm, meg úgy fárad a szolgálatom, az evangelizációs szolgálat. Tehát fizikailag is úgy érzem, meg úgy az a kérdés van bennem, hogy Uram, hát akarod, hogy én elmenjek néhány napra szolgálatra, vagy már ezekből meg kell állnom, és maradjak csak itthon, végezzem ezt a kis szolgálatot ezekkel a videókkal, vagy egy-egy környékbeli szolgálat marad, ez is egy tusakodás, mert nincs kiírva, hogy most én elolvashatnám, mint egy fél reklámot, hogy állj meg eddig, és ne tovább. De valahol különbséget kell tenni a között, hogy én még becsületből mit akarok elvégezni, vagy akár arról, hogy nyüzsögni kívánok, vagy pedig Istennek ez az akarata. Ha az, akkor csináljam. De ha nem, akkor ne csináljam. De ezt nekem meg kell értenem, meg kell ismernem, és ez egy folyamatos dolog, mint halálig a különböző helyzeteinkben Isten akaratát keresni. És folytatja tovább, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, az ő tetszésére. Megint egy másik tantárgy.
teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Itt a harmadik. Növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel, álhatatosságra, kitartásra. Itt az Isten iskolájának a különböző tantárgyai kerülnek elénk, és olyan jó, hogy ebben az apostol tanít bennünket, és egyszerre mindent nem tudunk megjegyezni, de egyrészt, ha visszatérünk az igére, tehát én javaslom, hogy aki meghallgat egy-egy ilyen kis videót, és van rá módja, hogy akár napközben, vagy később visszatérjen az igére, vagy van, aki azt mondta, hogy én azt csinálom, hogy a YouTube-ról hallgatok egyet-kettőt, tehát nem csak, hogy épp ezt a napi friss fölkerült videót, hanem én tanulmányozom az igét. Úgyhogy ezeket a gyakorlati magyarázatokat, amik hangoznak, ezekből én hallgatok. És közben ugye a Biblia is ott van előtte, ez nagyon jó dolog. És így kell nekünk, bár milyen régen jutottunk élőhitre, szüntelen az Isten iskolájában tovább tanulni. Áldja meg az Úr a testvéreket a tanulás kitartásával és örömével.